A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, a Köztér. Adásunk alatt hívhatnak minket az 516-110-es telefonszámon, és akiknek a kérdéseiket feltelték, az nem más, mint Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget, és tisztelettel köszöntök én mindenkit. A mai nap egyik fontos híre és döntése az, hogy meghosszabbították ugye a benzinár moratóriumot. Ez ön szerint miért fontos? Az látszik, hogy az energiaár robbanás az brutális emelkedést okoz, bármelyik részét is nézzük az energiának, és azt is látjuk, hogy ez már egy olyan szint, ami nagyon-nagyon-nagyon megnehezítené a családok mindennapi életét, különös tekintettel, ha ez mellé még az inflációs nyomást is odahelyezzük. Ezért szerintem minden olyan döntés ma megnyugtató és az emberek érdekeit szolgálja, ami pont ezektől a brutális áremelkedésből fakadó következményektől legalább részben tudja mentesíteni a magyar embereket, magyar családokat, és ebben nem csak a benzinár fontos, hanem nyilván a rezsi összes olyan eleme, aminél biztos vagyok benne, hogy ma is szóba fog kerülni. Nagyon-nagyon jelentős az emelkedés, de a másik oldalon ez az otthoni rezsiárakban szerencsére nem látszik. Így is nagyon sok olyan tétel van, elég csak egy boltba elmenni, amit az emberek éreznek a mindennapokban, hogy két hónapja még ennyibe került, egy hónapja ennyibe került, most pedig már annyiba kerül. Ez is megviseli a családi háztartásokat és pénztárcákat, de legalább a rezsitől ezekben a hónapokban, legalábbis az emelkedés szintjétől meg lehet őket menteni. És azt látjuk, hogy Nyugat-Európában azért már 800-900 forint körül van egy liter benzin ára, itt ez a 480, ez sem kevés. De azért ez is egy meghatározó összeg. Azért óriási a kettő közötti a különbség. Ezt nyilván a közösség, az állam fizeti ki. Hogyha már a rezsiről beszélgetünk, ugye több alkalommal is megszólalt az elmúlt napokban, hetekben azzal kapcsolatban, hogy egy kormány határozat szerint a rezsivédelemből ki kell lépniük az önkormányzatoknak. Milyen hatása lesz ennek ön szerint? Nyilván jelentősen meg fognak nőni a kiadásai az adott településeknek, de fontos három közszolgáltatási típust megkülönböztetnünk ebben a kérdéskörben. Volt az első csomag, ebbe tartoztak azok a közszolgáltatások, ahol egy ilyen rezsivédelmet kaptak a települések is. Ilyen például a közvilágítás, vagy ilyen az intézményeinkhez kapcsolódó energiaszámla. Itt mi egy védett ár alatt voltunk az elmúlt hónapokban, ez nagyon nagy segítség volt a kormány részéről, minden egyes önkormányzatnak szeretném hangsúlyozni, tehát ezt valamennyi település. Tehát nem volt különbség. Nem volt semmilyen párt politikai alapú megkülönböztetés, aki be akart menni ezen védő ár alá, az jogilag ezt megtehette. Ez most meg fog szűnni, ez nálunk körülbelül 1 milliárd forintos többletkiadást fog eredményezni éves szinten, miután a második fél évtől történik, körülbelül 500 millió forint kiadás növekedésre kell számolni. Ez jövőre, ha emelkednek tovább az energiaárak, értelemszerűen nagyobb összeg lesz, ezt ki kell tudnunk valahonnan gazdálkodni. Részben azt gondolom, hogy nőnek a bevételeink, a másik oldalon viszont biztos, hogy bizonyos díjakon emelnünk kell, és az is biztos, hogy kiadásainkon pedig csökkenni. Tehát lesz olyan program, amit elhalasztunk, lesz olyan kérdés, amit most kell átgondolnunk, hogy mondjuk egy menetrendbővítést el tudunk-e indítani augusztus 1-től, vagy el kell pár hónappal legalább tolnunk, hiszen az egy éves 400 millió forintos plusz kiadást jelent. Tehát ez az első csomag, és annak következményei. Van a második kérdéskör, azoknak a közszolgáltatásoknak a köre, ahol nem a rezsivédelem alá tartoztak a települések, illetve a cégeink, hanem az adott közszolgáltató cég kapott az államtól valamilyen kiegészítő támogatást, hogy el tudja végezni a közszolgáltatást. Ebben a legnagyobb a távhő, a melegvíz és a hulladékszállítás. Ez a rendszer fönnmarad, és ez a rendszer különösen nagy segítség. Hogy mondjak meg én? Tehát, hogy ez nem lesz megszüntetve. Ez nem lesz megszüntetve, és ez egy óriási támogatás. Egy összeget hogy mondjak. Tavaly évben a távhőz, melegvízszolgáltatáshoz, a gázévben a széphő nagyjából 5 milliárd forintért tudott gázt beszerezni. Az idei gázévben pár nappal ezelőtt zárult az alapkiírás, ugyanaz a gázmennyiség 17 milliárd forintba fog kerülni.
Ezt a 12 milliárd forintos különbséget egyszerűen Fehérvár sem tudná kigazdálkodni. Tehát itt muszáj, hogy az állam továbbra is ezt a támogatási struktúrát fönntartsa, és azt látjuk az energiahivatalon keresztül, hogy ez egyébként meg is fog tudni történni. És van a harmadik csomag, de olyan közszolgáltatások tartoznak, amik nem támogatottak, és nem is voltak rezsivédelem alá vontak, ilyen mondjuk a vízszolgáltatás, mi esetünkben ugye a fehérvizet illeti, ugye ez egy újabb körülbelül 1 milliárd forintos éves veszteségi szint 2022-ben. Tehát ezt nagyon fontos elválasztanunk egymástól, mert mindig hajlamosak vagyunk csak az egyikkel, másikkal foglalkozni, de nyilván a település működését, stabilitását az összes közszolgáltatás együttes biztosítása és megfelelő színvonalon történő biztosítás jelent. Mindegyik stabil lesz, mindegyik közszolgáltatást tapasztalni fogják a fehérváriak, nem lesz fennakadás az ellátásban, de azt van, sajnos el kell fogadnunk, hogy így bizony lesznek olyan fejlesztések, amiket el kell halasztanunk, lesznek olyan rendezvények, amiket nem fogunk tudni megtartani, mert most alapvetően a bizony a mindennapi üzemeltetésre és működtetésre kell a fókuszt irányítanunk. Innen fogjuk folytatni, ahogy azt említettem műsorunk elején is, közvetlenül föltehetik önnek a kérdéseiket a Fehérvár Televízió nézői. Ehhez nem kell más tenni, mint hogy az 516-110-es telefonszámon hívnak minket, és hogyha minden igaz, akkor van is egy telefonáló a vonalban. Köszöntöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Halló! Halló! Köszöntöm, föltelti a kérdését, üdvözlöm Edit. Igen, köszönöm, Szabó Edit. Jó napot kívánok, két kérdésem lenne. Az egyik az akócmalommal kapcsolatosan, hogy mi lesz a sorsa. A másik Székesfehérvár közterülete rendkívül szennyezett, gazos. Ebben miért nem talál a város valami megoldást? Köszönöm szépen, ennyi lett volna a kérdésem. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Köszönöm szépen. Őszintén szóval én se gazosnak nem látom ezeket a közterületeket, se szennyezetnek. Rendszeresen kapjuk meg a Fehérvárra érkezőktől azt a pozitív kritikát, hogy milyen szép és rendezett és tiszta a város. Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenhova rögtön odaér a, mondjuk a városgondnokság. Azért a tavaszi időszakban vannak nehéz hetek, ezt el is szoktuk mondani. Közel 4 millió négyzetméter közterületet kell rendezni a városgondnokságnak. Ennyit nőtt az elmúlt években jelentős arányban a zöld területek vonatkozásában Székesfehérvár aránya, és szerintem ez egy jó irány. És otthon bizony egy csapatékos közben napsütötte időszakban is szinte hetente kell vágni a füvet. Ezt a közterületeken nem lehet megtenni. Egyrészt nincs annyi ember, másrészt nem is lehetne finanszírozni, harmadrészt pedig akkor nem, hogy nem segítünk a környezeten, hanem kifejezetten terheljük. Tehát én ezt a megértést kérem a tavaszi időszakban, különösen nagy esőzéseket követően. A városgondnokság dolgozik, folyamatosan dolgozik, és folyamatosan utol is éri magát. Az akócsmalom tekintetében, ugye ez is a legfontosabb az, hogy köztulajdonban van, nem feltétlenül volt mindig ez így, és sokan gondolták, hogy ezt teljesen lebontják, és utána majd beépítik, erre nincs lehetőség, hiszen a tulajdon az a közösségi, és nyilván nem fogjuk ezt megengedni. Most elindulnánk a felújítás tekintetében az udvaron lévő melléképület felújításával, amit a fehérvári művészeknek szánunk. Ez valójában egyszerre lenne egy alkotóműhely számukra, és egyfajta kiállítótér. Vagy tér, közösségi tér. És olyan közösségi tér, ahova mondjuk el tudna menni egy iskolai osztály, el tudna menni egy óvoda, el tudnának menni érdeklődők, és meg tudnák nézni az adott művészeket alkotás közben. Erre egy 45 millió forintot különített el a város, és hát most várjuk, hogy megérkezzenek az ajánlatok, hogy azt a munkát, amit mi elképzeltünk, mennyi pénzért lehet elvégezni, és utána lehetne magára a malomra is rátérni. Annak a felújítása az biztos, hogy jóval többe kerül, mint amire a városnak most lehetősége van, és ezért ott biztos, hogy pályázati forráshoz kell nyúlnunk. De itt is, kedves Edit, megértését is kérem, az előbb említett téma okán is háború van a szomszédban. Tehát ennek a hatásai nem csak ott jelentkeznek szörnyű módon, hanem áttételesen a háború hatásai gazdasági, bevételi, kiadási vonatkozásban az önkormányzatoknál is jelentkeznek. Tehát leginkább most a városnak, a településnek is a működtetési feladatokat kell tudni megoldani. Ugye ezzel kapcsolatban az egyeztetés hiányát azért jelezte korábban. Igen, és ezt tartom is. Ekkora kérdésekben
nagyon fontos lenne, hogy legalább kapjunk egy tájékoztatást, hogy mikor, mire, hogyan számítsunk, elfogadjuk, még egyszer senki nem csukja be a szemét, látja, hogy mi zajlik a világban. Ezt nyilván nem Magyarország idézte elő, viszont mi is elszenvedői vagyunk a hatásaiknak, amennyire lehet ezeknek a hatásoknak a negatív következményeitől a magyar embereket meg kell védeni, de valahol valakinek ezeket a cegheket mégiscsak ki kell fizetni, de fontos, hogy ebben legyen egy eddiginél szorosabb egyeztetési mechanizmus az állam meghatározott szereplői és az önkormányzatok között. Két a megyei jogú városok közgyűlést tartanak, ahol több kormányzati szereplővel ezekről a kérdésekről is fogunk tudni egyeztetni a következő hetekben. Volt egyébként már a polgármester kollégák részéről visszajelzés, vagy közös egyeztetés, együtt gondolkodás? Közöttünk folyamatos egyeztetés zajlik. Polgármester kollégák egyébként, főpolgármester úr volt itt nálam pár héttel ezelőtt, vele is egyeztettem, Pécs polgármestere volt itt, egyeztettem, Kosármeccsen itt volt, Szombathely polgármestere egyeztettem, Kaposvár polgármesterével, Szita Károllyal, vagy éppen Papp László debreceni polgármesterrel gyakorlatilag heti szintű kapcsolatban vagyunk. Adatokat adunk át egymásnak, információt cserélünk, és természetesen közösen próbálunk fellépni városaink és az itt élők érdekében. Közben itt is van a következő telefonálónk. Köszöntöm Önt, ez itt a Köztér, felteheti a kérdését, üdvözlöm. Jó napot kívánok, Szabó Fanni vagyok. Üdvözlöm, jó napot. Most fölkapcsoljam a telefont? Nem, legyen kedves, itt van élő adásban, legyen kedves föltenni a kérdését, üdvözlöm. Na, én nekem az a kérdésem, Cserpalkovics úrhoz, én öreghegyi vagyok, már nagyon régóta, 76 óta itt lakunk, itt élünk, és közel lakunk a Bányatóhoz. Az az egyetlen egy kérdésem van. Tudom, hogy le van zárva a Bányatónál az a feljáró, amit nem lehet fölmenni, de azért mindenki gyalogos, aki tud, a Kápolnához oda megy. De ott rendetlen állapot van. És akkor nem tudom, az a működik-e még az telep, vagy a Vörösmarty Rádiónak a részlete, ott egy méteres a gaz. Köszönöm szépen, úgy, válaszolni fogok. Tudni kell, hogy az ingatlan magántulajdonban van, tehát nem a városé az az ingatlan. Ugye magánterület? Magánterület, igen. És akkor kinek a gondja az, hogy azt megcsinálja? A tulajdonosé. De hát hiába csinálja meg a mellette lévő szomszéd, meg a másik, ha ott van meg egy méter a gaz. Igen, tulajdonosnak a felelőssége nyilván a tulajdonában lévő ingatlan karbantartása, állag megóvása, rendben tartása. Én sajnos följárok minden héten a Kápolnához, mert sajnos muszáj. A Cserpalkovics úr is lehet ismeri, kerekesszékes a férjem, és amarra kőnek kimenni körbe, én meg emelre, de hát borzasztó, ami ott állapot van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy hívott minket. Nos, az már ugye elhangzott, hogy magántulajdon van. Ilyenkor mit tud tenni az önkormányzat? Két kérdéskörről van szó, az út és a partfal problémája összefügg egymással. Partfalat kellene megerősíteni, ez viszont magántulajdon, tehát mi sok-sok 10 millió forintot magántulajdonra nyilván jogi értelemben sem költhetünk el. Mi korábban évekkel ezelőtt a tulajdonosnak azt a javaslatot tettük, hogyha a tulajdonjogot átadja a városnak, a város közösségének, akkor a város közössége ezeket a felújítási karbantartási munkákat már saját költségén elvégzi, hiszen utána a közösségé marad. És hogy ez mennyire fontos, azt gondolom, hogy a telefonáló is nagyon szépen elmondta, arról nem is beszélve, hogy egy szép kiránduló helye is egyébként Székesfehérvárnak, maga a Kápolna, maga a Bányató környéke, bennünk az is fölmerült, hogy esetleg a tó fölött lehetne egy olyan sétáló híd, amivel egy ilyen körbesétálási lehetőséget adnánk, hogy ott van egy szép terasz, egy nagyon régi, hagyományosan ott működő
étteremmel, tehát egy igazi kis kiránduló paradicsom, emellett egy közlekedési útvonal, de magántulajdonra nem költheted el a város 60-80-100 millió forintot, hogy utána ezzel gazdagítsa a magántulajdonost. Szerintem egy korrekt ajánlatot tettünk, ezt az ajánlatot egyébként most is fönntartjuk. Ha a tulajdon átkerül a város közösségéhez, az önkormányzatnak a birtokába és tulajdonába kerül az ingatlan, akkor ezeket a felújítási karbantartási munkákat is el fogjuk végezni. Ezzel párhuzamosan, hogyha szomszédjogi kérdés merül föl, vagy valamilyen birtoksérelem, akkor pedig egy hatósági eljárás kezdeményezhető a jegyzőn keresztül. És akkor a jegyzőnél kell bejelentést? Természetesen, utána ez egy hatósági eljárás lesz, ehhez az önkormányzatnak, vagy az polgármesternek ehhez természetesen nincsen hatáskörileg, vagy jogi értelemben köze. Természetesen nem csak telefonon keresztül kérdezhettek öntől a fehérváriak, vagy kérdezhetnek öntől a fehérváriak, hiszen Rába Henriett a kolléganőm a délelőtt folyamán Székesfehérvár belvárosában járt kelt, és hát összeszedtük ott is, hogy ki mit szeretne megkérdezni öntől. Következzen most ez az összeállításunk. Az 1960-as években azt meg tudják nézni a fényképen, olyan legyen a virágóra. De most is nem lehet látni, hogy hány óra van, össze-vissza van minden virágban, úgyhogy ennyi. A polgármester úr hány órát szokott aludni? És ki alussza el magát? 90%-ban minden úgy rendben van. Persze vannak apróságok, amiket meg lehetne oldani, de hát az ott az a morvás parkoló rész. Nekem az legnagyobb gondom, mert idegenvezető vagyok a városban, és nem tudnak az autók megállni, és az borzasztó. Problémás, hogyha mindig mondják, hogy nagyon-nagyon szép a város, nagyon jó, amiket elmesélünk, de sajnos a murvás parkolót az valahogy meg kéne oldani. Az az egy, ami ez a város mégiscsak érdemelne egy sokkal szebb, és jobban ki kéne táblázni, hogy buszok oda tudnak beállni. Ez az egy, ami nekünk úgy, amúgy köszönünk szépen, mindent nagyon szép. És minden vendég nagyon szereti a várost, imádják. Az volna a kérdésem, hogy visszaállítják-e azt a buszközlekedést, amit egy néhány hónappal ezelőtt elkezdtek, mert szerintem nagyon jó volt, A pontból el lehetett jutni B pontba. Most viszont a lakóhelyemtől, Palotavárosból nem jutok ki a parkcenterbe, el kell sokat gyalogolni a Skáláig, és ott tudok felszállni egy buszra. Tehát nekem tetszett az a rendszer. Itt tanultam én valaha, de nem most volt. Látszik rajtam. Nagyon szép minden. Nekem nagyon tetszik. Rég jártam itt, hát már az ember nem szeret utazgatni, idősödik. Bevonul otthon a kis kuckójába, de örülök meg, hogy eljöttem. Jövő héten megint jövök. Maradjon meg ez a szép, ami itt van, és hogy béke legyen, mert most ez így olyan szép, nagyon ritkán van időm bejönni a belvárosba, de amit az utóbbi években volt, létrejött az csodás, a strand környéke is, nekem az egy gyerekkori helyszín az életemben, úgyhogy ez maradjon meg, inkább ez lenne a kérésem, és csak így tovább. Mindig nagyon szép város volt, és most el vagyok állva, mondjuk voltam itt már egy pár évvel ezelőtt, de most olyan gyönyörű minden, hogy most, hogy ez függvénye a polgármesternek, egyébként az itteni polgármester tiszteljük. A buszmenetrendekkel végül is mi lesz? Fognak-e változni még, vagy sem? Vagy az a próba, az továbbra is fog-e tartani még, vagy lesz esetleg más? Sokféle kérdés volt, hát először is Laurát üdvözöljük, ugye mindegy versünnepes, döntős fiatalt, aki ráadásul ott is gyönyörű eredményt ért el, és nagyon, nagyon ügyes, és az egyik segítőm volt, hogy az idei ballagokat tudtuk búcsúztatni. És a Médiacentrum külön díjasa is. És külön díjasa a Médiacentrumnak. Ő is és mások is a buszmenetrendet kérdezték. Egy évvel ezelőtt buszmenetrendre utaltak, akkor ugye a nagyon nagy többség azt kérte, hogy a régit állítsuk vissza azzal, hogy a régit viszont néhány az újban megtalálható elemmel bővítsük ki. De hosszas konzultációs sorozat szakmai munka alapján ez elkészült, ugye ez elérhető a város honlapján, és szeretnénk ezt bevezetni. Mi ezt augusztus 1-től terveztük, lehet, hogy ezt most néhány hónappal sajnos el kell halasztanunk, mert egyszerűen nem fogjuk tudni finanszírozni, de az a célunk, hogy ezt a menetrendet, hálózatot minél hamarabb be tudjuk vezetni, és még egyszer, ez a város honlapján elérhető, mindenféle menetrendtervezőkkel együtt. Tehát, hogy ott ki is tudom próbálni, hogy honnan, hova szeretnék, milyen módon. Például a palotavárosiaknak biztos, hogy ez egy sokkal jobb rendszert fog mutatni. A virágóra vonatkozásában
Az urat szeretném annyiban megnyugtatni, hogy ez egy nagyon régi virágórának most gyakorlatilag a lemásolása, mert hogy ugye minden évben kiteszünk 3-4 tervet, amit a városgondnokság szakemberei készítenek, és abból választatnak a fehérváriak. És én most kifejezetten arra kértem a tervezőket, hogy legyen közöttük olyan, ami a régi időket idézi, és az egyik, és az kapta bőven a többséget, az valósult most meg. Tehát ez egy 50-es, 60-as évekből vett virágóra, ami most ki van szépen szerintem rakva. Szerintem egyébként gyönyörűen kivirágzott és nagyon szép. Egyet tudok ígérni, hogy a jövőben is lesznek olyan tervek, amik régi képeslapokról egyébként ismerhető virágóra képet mutatnak, és ha a nagy többség amellett voksul, akkor azt fogja a városgondnokság egyébként megvalósítani. Tehát mindig az valósul meg, amit a közösség választ. Amit az emberek döntenek, ennél nem tudjuk demokratikussabbá tenni. A virágóra egy gyönyörű és fontos szimbóluma ennek a városnak, a fehérváriaknak is a szívéhez nőtt, az ide érkező vendégeinknek szerintem mindenki büszkén mutatja, nem mindegy, hogy néz ki, úgyhogy ebben teljesen egyetértek a kérdezővel, hogy ez igenis egy nagyon fontos kérdés. Azt nagyon köszönöm, hogy itt visszaigazolódott talán az, amit Editnek válaszoltam, hogy én úgy látom, hogy a fehérváriaknak és az ide látogató vendégeinknek is az összképe Fehérváron az igenis szép és rendezett városképet mutat. Ez nem azt jelenti, hogy nincs megoldandó probléma, van, és szerintem soha nem is lehet majd kiírni, hogy mindent megoldottunk. Ilyen egy nagyvárosban egyszerűen elképzelhetetlen, de az irányban afele kell menni, hogy minél szebb, minél virágosabb, minél zöldebb, minél átláthatóbb és élhetőbb legyen Fehérvár. Én örülök annak, hogy ez zömében most visszaigazolódott, mert fontos. Murvás parkoló fölmerült, ugye magántulajdonban van, a beruházó tervezi a beépítését, és ott jóval több mint 1000 darab parkoló is létre fog jönni, és talán az ezzel párhuzamosan egy jó hír, hogy a Palotai úton, meg a város is megvalósít egy több mint 300 férőhelyes parkolóházat, ahova akár a turisták, akár a fehérváriak pedig az autóikat le tudják rakni. Ez a plázától nem igen, messze van, igen, és azért az idegenvezetők fele, hogy fogalmazzam meg, hogy a Várkörúton, Várkörút-Rákóczi út kereszteződésében megtalálható parkolóházban gyakorlatilag mindig van üres hely, tehát ha érkeznek turisták, azt mindig tudják használni, és azt hiszem, hogy az is ma már egy jó lehetőség. Alakítottunk egyébként az autóbuszok számára is különböző helyeken már olyan helyet, hogy bejön, belváros szélén leteszi a csoportot, akit hozott, utána elmegy, leparkol, és mondjuk 2-3-4-5 óra múlva pedig visszamegy a csoportért. Úgyhogy nagyon jó ez a kérdés előjött, mert a turisztikai irodán keresztül akkor ezt az információt az idegenvezetők irányába is el fogjuk juttatni, pont azért, hogy akkor lehessen mondjuk egy autóbuszvezetőt tájékoztatni arról, hogy hol tudja rendezett körülmények között lerakni mondjuk az autóbuszt, vagy várakozni, ameddig a csoport nézi, és bízom benne, hogy gyönyörködik Székesfehérváron. És ami ilyen fontos információ volt szerintem, hogy a megszólók közül, ugye véletlenszerűen szoktuk megszólítani az utcán járók előket. Nagyon sokan érkeztek ide látogatóba, ez azért így kiderült. Ez egy fontos dolog, hogy egyre többen kíváncsiak a városra. Szerintem egyre többen szeretik a várost, kapjuk is a visszajelzéseket, nem csak a belvárosról, hanem mondjuk a megújult Aranybulla környékéről, vagy éppen a Sóstó, vagy a Csónakázótó környékéről, a palotavárosi tavaknál megvalósult közösségi terekről egyaránt érkeznek ezek a visszajelzések, magyar és külföldi turisták részéről egyaránt, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Ugye a magyarok közül azért sok nem Fehérvár is megismer, és amikor az utcán odajönnek, és elmondják, hogy hú de jó, és visszajönnek legközelebb, az mindig jól esik a szívünknek, lelkünknek, és hát biztatjuk is őket erre. És hát most azért a belvárosban van egy olyan látnivaló, ami a történelemben így együtt még soha nem volt, és lehet, hogy legalábbis a mi életünkben nem is nagyon lesz, és nagyon-nagyon sok látogatót vonz, fehérvárit és ide látogató vendéget egyaránt, ez pedig a Szent István Király Múzeum megújult épület együttesében látható Árpádházról szóló kiállítás. Szerintem nagyon-nagyon szép lett ez a gyűjtemény, nagyon szép a környezet, méltó magához, a korszakhoz és Székesfehérvárhoz. Én arra biztatok mindenkit, hogy nézze meg, hogy sikerült meghosszabbítani augusztus végéig, a múzeum szeretettel várja a látogatókat, most már megközelítjük, szerintem napokon belül átlépjük a 30 000. látogatót, itt gyakorlatilag napok alatt több ezerrel nő a látogatószám. Én biztatok mindenkit, hogy nézzük meg.
Egyébként a vendégeink nagyon nagy aránya mondja, hogy akár ezért a kiállításért is jön, és ami nagyon fontos volt, hogy találkoztam olyan csoporttal, aki elmondta, hogy ezért a kiállításért jött, ezt megnézte, de bebarangolta a várost, és azt mondta, hogy ide visszajön máskor is, akkor is, ha egyébként éppen mondjuk a múzeumban nem lesz egy ilyen csoda látható, de azért fogunk a múzeumban dolgozni, mindig legyenek benne értékes kiállítások. És erre az új épület ugye alkalmas is, hiszen olyan modern biztonsági előírásoknak megfelel, ami bármiféle kiállítást. Akkor bármilyen gyűjteményt tudunk fogadni, amit a tér, mi nagyság az lehetővé tesz számunkra. Aztán, hogyha már a turizmusnál tartunk, illetve ugye itt az elmúlt időszaknak a különböző gazdasági hatásainál, akkor azt is elmondhatjuk, és hát látható is, hogyha a belvároson végig sétálunk, hogy egy fontos intézkedés volt az, hogy az önkormányzat ismét elengedte a teraszdíjakat. És hát egyszerre segítjük ezzel a vállalkozásokat, a közösséget, de azt is, hogy élettel teljen meg újra a belváros, hiszen a történelmi belváros, ami önmagában szerintem egy gyönyörű ékszerdoboz, az olyan, ami a közösségnek is a terét kell adni. Ott jó úgy végigmenni, az emberek ülnek, beszélgetnek, találkozási pontok vannak, és ez adja a belvárosnak a hátterét, de ez nem megy azon vállalkozók nélkül, akik ezeket a üzleteket, teraszokat működtetik. Ők azért nagyon nehéz helyzetbe kerültek az elmúlt másfél-két év pandémiás időszakát követően, ezért úgy éreztük, hogy még ezen a nyáron igyekszünk nekik azzal segíteni, hogy ezt a összességében pár millió forintot, tehát a városnak nem akkora bevételt, nekik viszont azért jelentős kiadást adó teraszdíjat most nem kell megfizetni. Egyet kérünk tőlük, hogy a határokat, a rendet és a különböző szabályokat tartsuk be, hiszen Vigalmi negyeddé viszont nem alakulhat át a belváros, és bizony úgy kell jó hangulatot teremteni, környezetet, rendezvényeket szervezni, hogy közben a belvárosban élnek is emberek, családok, akiknek az élet környezete a belvárosban van, úgyhogy ez is fontos, hogy nekik is ezt tudjuk nyújtani. Egyébként az elmúlt hetekben többször volt razzia, hatósági razzia, különböző olyan üzletek esetében, amivel kapcsolatban főleg péntek szombat este tekintetében sok panaszt kaptunk. Úgy hallom a hatóságoktól, számos megállapítást is találtak sajnos. Bízom benne, hogy ez is egyértelművé teszi minden üzletet működtető vállalkozás számára, hogy a szabályokat be kell tartani. Ez rájuk is vonatkozik, a vendégekre is vonatkozik. Ezzel párhuzamosan viszont arra kérem a belvárosiakat, hogy fogadjuk el, hogy egy belvárosunk van, és ez szükségképpen a közösségünknek a fő élettere, és a vendégeink is elsősorban ebbe a belvárosba érkeznek meg. Ha már belvárosról ejtünk szót, akkor talán a Facebookon futottam bele, hogy hamarosan lakossági fórumot tartanak a belvárosban, ami az egyik ilyen fontos kérdés lesz ezen a lakossági fórumon az, hogy a beléptető rendszer, vagy egyáltalán a belvárosi közlekedési rendszer, hogy alakulhat át. Igen, nagyon sok panaszt kapunk arra, hogy engedély nélkül vannak benn gépjárművek akár hosszabb időn keresztül a belvárosban, és ugye valamit valamiért elv alapján. Ha kérünk valamit a belvárosiaktól, akkor a másik oldalon igenis a rendet fenn kell tartani. Ezért merült fel azt, hogy akár fizikai zárással is bizonyos belvárosi utakat védünk, az ottani műemlékeket védjük azzal, hogy tovább korlátozzuk az autók bejutását. Ezt szerintem joggal kérik az ott élők is, hogy ebben segítsünk. Itt fölmerült többféle lehetőség, nem feltétlenül csak a sorompó, hanem az is, hogy valamilyen kamerás rendszerrel próbáljuk ezt megoldani. Nagyon sok információval most már rendelkezünk, ezt fogjuk többek között ezen a fórumon bemutatni, és megnézzük, hogy az ott élők, azok melyik változatot kérik, illetve azt, hogy melyikre mondják azt, hogy na ebbe az irányba menjen tovább az önkormányzat. Értelem szerint utána az erről szóló tájékoztatást a közvélemény irányába szokásos módon meg fogjuk adni. Ha már a közvélemény tájékoztatásánál tartunk, illetve a döntéseknél, akkor azt is elmondhatjuk, hogy jövő héten ülésezik Székesfehérvár képviselőtestülete, hiszen közgyűlés lesz. Milyen fontos napi rendi pontokat lát már most, amik szóba fognak majd kerülni, polgármester úr? Lesznek közbeszerzési eljárások, amiket le tudunk zárni, vagy ki tudunk írni ezekhez, fejlesztésekhez kapcsolódó eljárások. Azt hiszem, hogy ezek nagyon fontosak. Közeledünk talán, bár a jövő héten még nem, de a nyáron le fogjuk tudni például a Móri út első ütemére vonatkozó felújítási pályázatot, és el tud kezdődni remélem még ebben az évben maga a kivitelezési munka. Tehát ilyen jellegű beruházásokról szerencsére azért még van lehetőség dönteni.
és hát bizony azokat a döntéseket is várható a jövő héten meg kell hozni, hogy mely díjak esetében tudunk eltekinteni a díjemeléstől, és mely szolgáltatásoknál viszont a díjakhoz hozzá kell nyúlni. Mindegyikre mondok példát, biztos, hogy a parkolási díj vonatkozásában lesz emelés, és az is biztos, hogy például a közétkeztetés tekintetében pedig idén nem emeljük a díjakat, tehermentesítjük ettől a családokat. Várhatóan dönteni kell arról, hogy milyen lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a közvilágítás költségeit tudjuk fedezni az idei esztendőben, tehát kell kiadásokon csökkenteni, és adott esetben bevételeket növelni, és ha úgy döntünk, hogy a új hálózat menetrend módosítás bevezetését elhalasztjuk augusztus 1-től a előbb említett okok miatt, akkor ezt a döntést is meg kell hoznunk a jövő hét folyamán. Akkor fontos előkészítéseket kell, hogy végezzenek. Ha már a közlekedésnél tartunk, akkor azért vannak ilyen zajló, jelenleg is futó beruházások, hogyha még erről néhány gondolatot tudunk ejteni így műsorunk végén. Igen, szerencsére a nagy fejlesztéseket reményeim szerint nem fenyegeti semmi. Zajlik a kórház fejlesztés, egy nagyon nagy beruházás, egy új épülettömb épül, ez rendben zajlik, a kórház nem jelzett problémát, hogy egy állami beruházás folyamatban van, a multicsarnok építése, hogy majd ma valaki a Budai úton autózik, akkor látja, hogy elkezd kinőni a földből ez a nagy építmény, és többen kérdezik, még nem mindenkihez jutott el az információ, húzzuk alá, hogy lesz egy útkapcsolat, ami az albaipari zónát a Budai úttal össze fogja kapcsolni ennek a fejlesztésnek a végére. Ez is el fog készülni, szerintem ez sok ezer embernek okoz napi szinten lehetőséget. Például egyébként a közösségi közlekedést a Budai út irányából is be fogjuk tudni a zónába vinni. Tehát szerintem ez egy komoly előrelépés. A középiskolai kampusz beruházásoknál, a Kodolányinál, a nyílászáró cserénél munkaterületet adtunk. Ez hamarosan a Vasvárinál is megtörténik. Tópartinál ki van írva ugye a nagy teljes felújításra vonatkozó közbeszerzés. Most megyünk a Vasváriba tájékoztatni a fejlesztésről, annak a végleges formájából a tantestületet, utána ezt nyilvánosságra fogjuk hozni. A déli összekötő út az nagyon szépen halad, tehát szerencsére a nagy beruházások zajlanak, de mégis a végén, hogy összefoglalóan, hagy kérjek annyiban megértést és türelmet, amit az egyik hölgy úgy fogalmazott meg, hogy ez a békesség maradjon meg. Igen, most nyilván ez a legfontosabb, és ez az is hozzátartozik, hogy a város működtetése, üzemeltetése stabil legyen. Erre kell most az erőinket összpontosítani. Ez viszont azt fogja jelenteni, hogy lesznek olyan kérdések, amiben a fehérváriak türelmét kell kérni a következő időszakban. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat és válaszolt nézőink kérdéseire. Én köszönöm a lehetőséget, és köszönöm mindenkinek, aki betelefonált, vagy aki egyébként az utcán mondta el a véleményét, tette föl kérdését, igyekeztünk rá válaszolni. És biztatok mindenkit, hogyha marad benne kérdés, akkor keressen meg nyugodtan a közösség médiában, vagy éppen e-mailen, vagy a fogadórámon, és természetesen igyekszem azokra a kérdésekre is válaszolni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Kellemes időtöltést, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.